egy elképesztően nemes megjelenésű ember. Hogyha nem lenne, nem tudnám, hogy most egy csellista, azt hittem volna, hogy egy olasz báró. Egy választékos stílusú, ahogy beszél, ahogy gondolkodik, amilyen az ízlése, és ami nagyon érdekes, amikor az ember úgy leül arra a véleményre, hogy hát ez egy nagyon nemes ember, akkor jön egy beszélgetés, és elképesztő humora van. Gyönyörű hangon csellózik, ami elég kevés embernek a sajátja. Nagyon mélyen lélekből közelít mindenhez, azt gondolom. Kamarazenejáték csinyát, binyát, minden fortéját ő tudja. Tanárulnak nagyon jó természete van, tehát egy ilyen igazán derűs, harmonikus valaki. Egy rendkívül precíz, nagyon nagy szívű, jó humorú és fantasztikus muzsikus ember. Egy kicsit olyan, mint az édesapám. Egy kerek ember, akiben olyan sok minden van, mert különben nem tudta volna ezt ilyen sokáig csinálni. Az édesanyám a gyereknevelésen kívül, ha volt 2-3 perce, akkor vagy olvasott, vagy zongorázott, vagy festett, mindig kihasználta az időt, és így történt meg, hogy ő rendszeresen odaült a zongorához, amikor volt egy kis szabad fél órája, és nagyon szerette Bach francia és angol szvítjeit, többek között emlékszem, és ezeket játszotta, és ez engem nagyon érdekelt. És volt egy olyan mózes kosár, aminek kereke nem volt. Viszont engem izgatott a zene, és szerettem volna közelébe kerülni, és hallgattam, és elkezdtem lögdösni a kerék nélküli kosarat, és azzal a kosárral egyszer csak megérkeztem a zongora alá. Az én is anyám legnagyobb örömére és csodálkozására. Szóval ez volt az első ténykedésem a zene irányában.